A hivatal nem támogatója az atomenergia alkalmazásának, nem is ellenzője. Mi a biztonságos felhasználás felügyeleteért vagyunk. Biztonságosan, az előírásoknak megfelelően üzemeltek tavaly is az atomenergiát alkalmazó magyarországi létesítmények, fogalmazott az Országos Atomenergia Hivatal Énvidító sajtótájékoztatóján Fichtinger Gyula főigazgató. Beszámolt róla, hogy a hatóság több mint 1800 ellenőrzést végzett és 1600 engedélyt adott ki a nukleáris létesítményeknek, valamint a kisebb felhasználóknak az elmúlt évben. A főigazgató tájékoztatójában kitért a Duna vízhőmérsékletére is. Most is, mint korábban hangsúlyozni kell, hogy a Duna hőmérséklete az környezetvédelmi kérdés közvetlenül nem befolyásolja a nukleáris biztonságot. A Duna alacsony vízszintje szintén nincs közvetlen direkt hatással a nukleáris biztonságra, nem veszélyezteti. Az alacsony vízszint a villamos energia termelése lehet csak hatással, egyértelműen kizárható a nukleáris biztonsági hatása ezeknek a jelenségeknek. A nukleáris létesítményekben és a radioaktív hulladék tárolókban 32 jelentésköteles eseményt vizsgált a hivatal, ezek a nukleáris biztonságot nem érintették. A kisebb engedélyeseknél összesen 7 sugárvédelemmel kapcsolatos esemény hatósági kivizsgálását kellett elvégezni. A két új blokk építése kapcsán az OAH tavaly 3 felvonulási épület építését engedélyezte a telephelyen, és folyamatban van egy újabb eljárás. 2019-ben várható P2 tájékoztatása szerint további felvonulási épületekre vonatkozó engedélykérelem, illetve tovább folytatjuk azt a felügyeleti tevékenységet, amelynek keretében P2 tevékenységét ellenőrizzük, illetve folytatjuk azt az értékelést, ami a tevékenységükre vonatkozik. Az új blokkok építési munkálatait létesítési engedély birtokában lehet majd megkezdeni. A kérelem beérkezésére a hivatal felkészült, részletezte a hivatal vezetője. Az engedélykérelem elbírálására maximum 15 hónap áll rendelkezésre. Az OAH Nemzetközi Nukleáris Biztosítéki Egyeztetést kezdeményezett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Unió elvárásainak pontosítása, valamint a tervezhető magyar teendők meghatározása érdekében. Két oldalú kapcsolatokat alakítottunk ki speciálisan ezen a területen, a finn hatósággal, az orosz hatósággal, a fehér orosz hatósággal, évente több alkalommal értékeljük a Paksra tervezett 5-6-os blokkhoz hasonló blokkok telepítésének, létesítésének, engedélyezésének tapasztalatait. Elsősorban ezeknél a hatóságoknál lelhető fel konkrét tapasztalat az adott blokkokkal kapcsolatban. A főigazgató tájékoztatása szerint tavaly lezárult 2 hazai nukleáris létesítmény, a kiégett kazetták átmeneti tárolója és a Paksi atomerőmű 10 évenként esedékes időszakos biztonsági felülvizsgálata. Fichtinger Gyula arról is beszélt, hogy a nemzetközi vizsgálatok során Magyarország jól vizsgázott 2018-ban. A NAU szakértői delegációja tavaly azt vizsgálta, hogy a teljes nukleáris hatósági rendszert értékelő 2015-ös misszió javaslatait és észrevételeit hogyan kezelte Magyarország. Azt állapították meg, hogy jelentősek a hatósági rendszer továbbfejlesztésében elért eredmények.